Köszöntelek, Jónás Né Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Elkezdtünk egy sorozatot a narcisztikus embereknek a jellemzőiről. Most folytassuk tovább ezt a sorozatot, és nézzük meg, hogy mit jelent a narcisztikusoknál a jogosultságérzet. Mivel a narcisztikusok különlegesnek tartják magukat, ezért mindenben kedvező bánásmódot várnak el. Őszintén hiszik, hogy amit akarnak, azt meg kell, hogy kapják. Azt is elvárják a körülöttük lévő emberektől, hogy automatikusan teljesítsenek minden kívánságukat és minden szeszélyüket. Ez nagyon fontos a narcisztikus számára. Ha a partnere nem látja előre és nem elégíti ki minden igényét a narcisztikusnak, akkor a náci a partnerét haszontalannak tartja, és azt mondja, hogy dacol az ő akaratával, hogy a partnere az önző, és hogyha ráadásul még a partner valamit kér cserébe a szívességért, vagy az, azért, amit tesz a narcisztikusért, akkor a narcisztikus rögtön ő, agresszióval válaszol, felháborodással, és hideg közönnyel. Jellemző a narcisztikusokra még a bűntudat és a szégyen nélküli mások kihasználása. A nárci soha nem fejlesztette ki magába azt a képességet, hogy azonosuljon más emberek érzéseivel, vagy hogy másoknak a helyébe képzeljék bele magukat. Hiányzik belőlük az empátia készség, és úgy tekintenek az emberekre, mint a szükségleteiknek a kielégítőjére nagyon sokszor dehumanizálják az embereket, és nem is úgy veszik számba őket, mint érző, gondolkodó lényeket. A narcisztikusnak nem okoz gondot, hogy kihasználja a másik embert, nem okoz gondot, hogy manipulálja a saját céljainak az elérésében. Azt látjuk, hogy a narcisztikus kapcsolataiban kizsákmányoló, rossz indulatú, és azt is látjuk, hogy egyszerűen nem gondol arra, hogy a viselkedése, mármint a narcisztikus viselkedése, az hogyan hat másokra. Ha valaki rámutat erre a fajta manipulatív, kihasználó, kizsákmányoló, uralkodó, kontrolláló viselkedése, akkor a narcisztikus ezt nem fogja megérteni, mert az ő egyetlen, tehát az ő lelki világának, igényeinek a középpontjában az az egyetlen dolog áll, hogy a Saját szükségleteit, kívánságait, hatalom iránti vágyát ezt kielégíthesse. Ehhez nagyon gyakran használja azt, hogy lealacsonyít, megfélemlít, zaklat, megaláz másokat. Ha olyan emberrel találkoznak, aki náluk szebb, okosabb, gazdagabb, műveltebb, tehát van benne a másik emberben valami olyan, ami a nárciból hiányzik, akkor a narcisztikus rögtön fenyegetve érzi magát, és eltűnik a magabiztossága, eltűnik a nagyképűsége, viszont ott marad az irítsége, a haragja, a dühe annál a nála magasabb szinten álló ember iránt. Úgy gondolják, hogy ezek az emberek fenyegetik őket, és nem ragaszkodnak a társaságukhoz, mert tehát ők nem tudják azt a színvonalat teljesíteni, mint a nála fejlette, fejjebb való emberek. Ugyanakkor mégis szeretnének olyan társaságba tartozni, ami elit, ami státusszal rendelkező, ami gazdag, ami, ami, ami népszerű, aminek van valamilyen súlya olyan csoportba, de csak azért, hogy azt mondhassa, hogy ő is annak a csoportnak a tagja, ugyanakkor tudja magáról, hogy ő nem rendelkezik azokkal a tulajdonságokkal, mint a magasabb státuszú emberek. Ezért irigy rájuk, gyakran féltékeny rájuk, haragszik rájuk, passzív-agresszív módon szabotálja őket, és ha más nem tud ellenük használni, akkor megpróbálja belmocskolni, besározni, lealocsonyítani őket, megszégyeníteni. A narcisztikusnak az egyik védelmi mechanizmusa a megvetés, ezzel prób próbálja semlegesíteni az őt ért fenyegetéseket, támadásokat, ezzel próbálja erősíteni az egóját, és rátetéz azzal, hogy más embereket lenyomnak. A narcisztikus viselkedhet fölényesen pártfogó módjára, amikor azt mutatja be, hogy ő mindenkinél mindent jobban tud, és mikromenedzseli az embereket, de viselkedhet elutasító módon is, amikor azt fejezi ki, hogy a többi ember kevés a számára, nem jelent semmit, és ezért támadja őket, sértegeti őket, zaklatja őket, fenyegeti őket. Ha valaki megpróbál tőlük távol maradni, vagy megpróbál tőlük elszakadni, akkor ezt különböző félelemkeltéssel, bántalmazással, agresszióval próbálja meg megakadályozni, és mindig azt akarja, hogy a vele kapcsolatban lévő emberek, vagyis azok a források, akik erő kapcsolatban van, azokat mindig visszakényszerítse abba a szolgai sorba, amibe ő belerakta őket. A narcisztikusok nagyon gyakran, nagyon mágnesesek, bájosak tudnak lenni, nagyon hízelgő, fantasztikus énképet tudnak mutatni, és alkotni magukról, és ez nagyon sok embert vonz, mert úgy tűnik, hogy látszólagosan nagy az önbizalmuk, hogy hatalmas nagy magasztos álmaik vannak, hogy nagyon csábítóak tudnak lenni, ezért nagyon könnyen bele lehet ragadni az ő hálójukba, és nagyon sokan úgy gondolják, hogy majd a narcisztikus ember beteljesíti az ő álmaikat, majd ők fontosabbak lesznek a nácival való kapcsolatban, Tól, és valahogy tehát mindig beleúsznak, belekúsznak a narcisztikus fantázia világba, mert a kívülálló emberek is, tehát akiket a náci partnernek választ, vagy energiaforrásnak választ, azok az emberek is szeretnének látszani valakinek, szeretnének státuszba lenni, előnyöket élvezni. Tehát a közös fantázia az, ez a különleges Különleges ember vagyok érzése a narcisztikusnál és a partnernél. Nagyon jó tudni, hogy a narcisztikus nem azért keres partnert magának, mert a partner igényeit, vágyait szeretné teljesíteni, hanem azért keres partnert, hogy engedelmes hódolókra találjon a másik emberben, és hogy állandó csodálója legyen, legyen, aki állandóan azt mondja, hogy milyen nagyszerű, tehát a tehetetlen egójukat támogatja, felnagyítja, figyel rá, bárványozza. Nagyon fontos az, hogy ezeket a jeleket észrevegyük, ezeket a jellemzőket, tüneteket megismerjük, és nagyon fontos az az elhatározás, hogy ha tisztában vagyunk ezekkel a jelekkel, akkor eldöntsük magunkba, hogy megéri-e nekünk ez a kapcsolat, vagy mennyi energiánkba fog kerülni a nárcival való együttélés vagy együttlét, és hogyha úgy gondoljuk, hogy túl sok energiánkba kerül, vagy mi ebből a kapcsolatból soha nem kerülhetünk ki, nemhogy győztesen, de még egyenlő partnerként sem, egyenlő félként sem, akkor jó meggondolni azt, hogy folytatjuk-e a kapcsolatot a narcisztikussal, vagy nem folytatjuk. Köszönöm, hogy velem voltál, ha tetszett ez a videó, kélek lájkold, like oszd meg, iratkozz fel a csatornámra, ne felejtsd el megnyomni a szuper köszönet szívecske gombot, vállak a csatornatagságon is, ahol 25 videót találsz önismeret és nácizmus témakörben, és itt a nyilvános ingyenes csatornámon is közel 300 videómat találsz, főleg nácizmus és borderline bántalmazás mérgező kapcsolatok témakörben. Szia, legyen szép napod!